Kalimera! Sziasztok! A mai adásban Krétát fogom nektek bemutatni, ugyanis 8 napot fogunk kitölteni ezen a gyönyörű szigeten. Meg fogunk nézni mindent, amit érdemes, úgyhogy tartsatok velünk és induljon a munka! De mielőtt belevágnánk, nézzük, hogy mi lesz a program. Meg fogjuk nézni a fővárost Heraklion-t, a második és a harmadik legnagyobb várost a szigeten. A legszebb strandot, ami akár egy karib-tengeri laguna, egy kolostort, valamint Kréta legnagyobb történelmi látnivalóját, Knossoszt, ami közel 4000 éves. És végül a déli partot se fogjuk kihagyni, ami a nyugalmáról ismert az északi oldallal ellentétben. És közben beljebb jöttünk a reptérről ide a városba. Itt vagyunk a fővárosban, az első nap itt fogjuk tölteni, körbe fogunk mindent nézni. De mielőtt beszélnék Heraklionról, itt van pár fontos dolog Krétáról. Görögország legnagyobb és legdélibb szigete. Itt a legtöbb napsütéses órák száma az országban. Nagyon sok homokos tengerpart található, amelyek igen meleg vízűek. Fővárosa Iráklion, vagy ógörögül Heraklionnak is mondják. A szigeten kb. 600 ezeren laknak, és a hossza úgy kb. 250 km, a szélessége 60. Viszonylag kopár, amit azért a tenger türkiszkék színe és a pálmafák egyensúlyoznak, és Kréta eléggé hegyes is, mivel itt 2400 méteres csúcs is található. És akkor most jöhet a főváros. Iráklion, vagy másképpen Heraklion, Kréta a legnagyobb városa és egyben a fővárosa is, a sziget északi részén található, és a sziget fele itt lakik, ugyanis a lakossága 300 ezer fő. A történelmére most nagyon nem mennék bele, viszont pár kilométerrel található Knossosz, ami egy több ezer éves palota, és ide el is fogunk majd később menni. Ez a város legnagyobb emlékműve, a 16. században épült velencei erőd, ami a kikötő mellett található. A következő állomás Kréta egyik legrégebbi székesegyháza, amely még a 10. századból származik, és nézzük is meg belülről. A 17. századból való épületet ma az önkormányzat használja, ám korábban a helyi arisztokrácia férfi tagjainak klubjaként szolgált. A 13. században épült székesegyház ma kiállításoknak ad otthon. Pedig végeztünk Heraklionnal, és nyugati irányba fogunk indulni, méghozzá 80 km-re Heraklion-tól, és az Árkádi kolostort fogunk megnézni. És ott közben megálltunk egy benzinkúton, és gyönyörű a kilátás, úgyhogy muszáj megmutatom nektek. És meg is érkeztünk az Árkádi kolostorhoz. Hát elég kanyargós útunk volt, viszont gyönyörű volt a tengert
látni így fentről a hegyekről. És még bejjebb menjünk, elmondanék pár dolgot erről a kolostorról, hogy amit tudni kell. Az Árkádi kolostor Kéta egyik legszebb kolostorai közé tartozik. Egy görög ortodox szerzetesről kapta a nevét Árkádioszról, és pontosan nem tudni, hogy mikor épült, viszont annyit tudhatunk, hogy a bizánci időkben. Ez időben még mindig a török uralom alatt voltak a krétaiak, akik közül sokan itt a kolostor melletti puskaportárolóban rejtőztek el. Szám szerint közel 800-an, akik közül rengeteg gyerek is volt. A törökök az ajtót próbálták már beverni, mire az egyik krétai katona belelőtt a puskaporos hordóba, mondanom se kell, hogy mi történt ezután, viszont a mai lakosok nemzeti ünnepként emlékeznek erre a napra, ami egy tömeges öngyilkosságnak is megfelel így számomra. De nekik ez egy ünnep, mivel Kréta szabadságáért haltak meg. És elérkeztünk ahhoz a helyszínhez. Itt volt annó a robbanás, ahol több százan haltak meg, köztük rengeteg gyerek is. Úgyhogy ez az a hely. Ott láthatjátok, ott van az emlékmű. És a mai napunk nagyjából ennyi lett volna, még elmegyünk Rethimnóba, ahol a szállásunk lesz, és akkor holnap pedig onnan folytatjuk. Jó reggelt! Tegnap megérkeztünk Rethimnóba, ami Kréta harmadik legnagyobb városa, és ahogy láthatjátok, lent is vagyunk itt a strandon. Ez egy több kilométer hosszú, homokos tengerpart. Óriási hullámok vannak, és tegnap is nagyon nagy hullámok voltak. Meg ki is próbáltuk a vizet, nagyon meleg volt. Elmentünk vacsorázni. Azt tudnotok kell, hogy ha itt esztek egy étterembe, egy tavernába, nem drágák az árak, ilyen 8-9 euróért már lehet jókat enni. Úgyhogy most vár a tenger ránk, és délután pedig be fogunk menni az óvárosba, és meg fogjuk nézni Rethimnót. És ahogy korábban ígértem, bejöttünk az óvárosba, és nézzük, hogy mit kell tudni Kréta harmadik legnagyobb városáról, méghozzá Rethimnóról. Heraklion és Hania között fekszik félúton, lakossága 35 000 fő, és ezzel már a sziget harmadik legnagyobb városa. A velencei kikötőjével, a középkori óvárosával és a hosszú homokos tengerpartjával kiváló célpont, de most nézzük is még egy kicsit közelebbről. A városban több mecset is található, de közülük ki kell emelnem a Karamusza Pasa mecsetet, ami itt található mögöttem, ugyanis 1646-ban épült, és a város meghódítójáról kapta a nevét. Rethimnő óvárosában sétálgatunk, és tudnotok kell, hogy ez hatalmas területen található. Viszont ami még fontos, hogy a 13. században alakították ki a velenceiek, és a sikátorok és az erkélyes házak mellett még megfigyelhető a törökök nyomai is, ugyanis rengeteg mecset és faerkélyes ház található itt, ami pedig tipikus török vonás. We'll be right back.
És most itt a belvárosban elérkeztünk a Rimondi kúthoz, itt láthatjátok. 400 éves, 4 darab korintoszi oszlop és 3 oroszlán fál látható, amiből a víz is folyik, és ez az akkori kormányzóról, Rimondiról kapta a nevét. Zárásképpen feljöttünk a hegy tetején található Forteza erődhöz, ami itt látható mögöttem. Sajnos nem tudtunk bemenni, mert bezárt, viszont elmondanék pár dolgot, amit fontos róla tudni. A 16. században építették a velenceiek, és bár nem sokáig volt a velenceieké, ugyanis a törökök elfoglalták, 250 éven keresztül volt az övöké. Ez idő alatt templomokat átalakították mecsetekké, és helyiséget vezettek be ide. Úgyhogy ennyi lett volna most Red Himno, holnap pedig folytatjuk. Na és már reggel is van. Most jelenleg itt vagyunk a hotelünk medencéjénél, itt láthatjátok. A mai napot ezt itt fogjuk tölteni, fürdőzünk, pihenünk, és holnap pedig el fogunk menni Krételekszeb strandjához, valamint megnézzük a sziget második legnagyobb városát, Haniát is. Úgyhogy ma ez lesz a program, viszont csinálok videót és megmutatom ezt a környéket, hogy hol vagyunk, milyen a medence, milyen a park, milyen a szálloda. Sziasztok, itt a reggel, újra itt vagyunk, és méghozzá ma utazunk Kréta nyugati részére, a legnyugatibb részére, ahol a legszebb sand található, az Elephantsea Beach, és utána pedig meg fogjuk nézni Haniát is, úgyhogy induljunk is. És 2 óra kanyargós út után megérkeztünk, ott már lent láthatjátok, ez az Elephantsea Beach, úgyhogy most lemegyünk és megnézzük, hogy milyen. Na és le is érkeztünk ide az Elephantsea Beach-re, itt vagyunk Kréta nyugati részén, rengeteg ember van itt a parton, szerintem ez Kréta legszebb partja, mindjárt láthatjátok ti is. A víz akár egy karib-tengeri laguna, sekély, nagyon meleg, és a homok pedig kissé rózsaszínes a korall törmelékek miatt. Végeztünk itt a fürdéssel az Elephantsea Beach-en, és most megyünk tovább Haniába, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is. Megérkeztünk Haniába, ami a sziget északi részén található, ez Kréta második legnagyobb városa, ugyanis a lakossága 55.000 fő. Itt mögöttem látható az óváros, amit a 14. században a velenceiek hoztak létre, és a velenceiek mellett itt is, mint a többi városban, a török hódoltság nyomai nagyon látszanak. A 21 méteres világítótorony a 16. században épült, ma Hania város jelképe.
században épült templom, Hania legszebb temploma. A velenceiek építették még az 1600-as évek elején a török támadások ellen, de ahogy a többi vár, ez se bírta az óriási túlerőt, és 1645-ben a várossal együtt elesett. Sziasztok, eljött az ötödik nap, és most le fogunk menni a déli partra is egy kicsit, méghozzá azért, hogy fürödjünk egyet a líbiai tengerbe. Úgyhogy vár ránk egy másfél órás út itt a hegyekbe, ugyanis Matalába fogunk menni, ami 80 km-re van Réthimnótól. Úgyhogy fogunk egyet fürdeni, és meg fogunk nézni egy barlangot is ott a parton. És már félúton vagyunk Matalába, megálltunk közben, mert nagyon szép látást lehet arra látni. Ott már a tenger, és végig körbe hatalmas hegyek, kis falvakon keresztül megyünk, úgyhogy még egy fél útnyi van, és megérkezünk a városba. Na és már meg is érkeztünk Matalába, itt láthatjátok mögöttem a tengert és a barlangokat, amit majd később meg is fogunk nézni. A tenger túloldalán már Afrika van, pontosabban Líbia és Egyiptom, ezért is kapta a nevét a tenger, hogy Líbiai tenger, de természetesen ez is a földközi tenger egy része, és mindjárt kicsit körbe is fogunk itt nézni. Itt vagyunk most a parton, és most fogunk felmenni a barlangokhoz, amit tudni kell róla, hogy az eredetileg nem tisztázódott, viszont a régészek 2000 évesre becsülik, és valószínűleg a rómaiak faragtatták ki. Évszázadokkal később viszont lakóhelyként funkcionálhatott, ugyanis találtak ablakokat és különböző fekvőhelyeket. Na de lássuk, hogy milyenek is ezek a barlangok. És azt tudnatok kell, hogy belépőt is kell venni, ami 4 euróba kerül, és akkor megyünk is felfele. Lépcsőkön. Most kíváncsiak leszünk, hogy milyen lesz. Most bejöttem az egyik barlangba, és még egy információt elmondanék, ami érdekes lehet, hogy a 60-as években hippik lették el itt a környéket, és úgy képzeljétek el, hogy ezekben a barlangokban éltek, csak jöttek, de itt gyönyörű szép tál, nyugalom volt, úgyhogy ez kedvező volt nekik, míg ugye a lakosság ezt nem nézte jó szemmel, és éveken át küzdött velük, hogy ezeket ki tudják küzdeni, ezeket a hippiket, és már a katonaság segítségével sikerült is, és mára pedig védetté nyilvánították, úgyhogy ide már többet nem tudnak bejönni. És ahogy előbb mondtam, hogy ott voltak a fekvőhelyek, valószínűleg ezek voltak, amik temetkezésként szolgáltak, ezek a barlangok, ugyanis ezek igazából koporsóra hasonlítanak. Thank you.
ígértem, megérkeztünk Knossoszba, ez Heraklionttól 6 km-re található, a belépője 15 euróba kerül, és amit érdemes róla tudni, hogy időszámítás előtt 6000 évvel már voltak itt telepesek, viszont a palota időszámításunk előtt 2000 évvel épült, szóval ez 4000 éves. Ebben a korban itt a palotában körülbelül 100 ember élt, és elég bonyolult épületrendszer volt abban a korban, sőt most is, és valószínűleg ezért van a mítosz is, a Minotaurus labirintusa. És az itt lakó pekére sajnos többször is az évszázadok alatt földrengés rázta meg ezt a területet. A második alkalommal a közelben levő Santorini sziget vulkánja tört ki, aminek során itt a várost ellepte a hamu, és a tengerparti részeket óriási szökár borított el. Sajnos ez vezethetett valószínűleg a minoszi civilizáció bukására, amit időszámításunk előtt 1400 és 1300 közé tehetünk. És eljött az utolsó előtti nap, holnap ugyanis utazunk már haza. Még délelőtt elmentünk, megnéztük az ókori romokat, viszont a délutánt már csak strandolással és pihenéssel fogjuk tölteni. Nagyon király ez a sziget, csak azt tudom mondani, hogy gyertek el, mert gyönyörű szép a tenger, barátságosak az emberek és rengeteg látnivaló van. Bejártunk mindent, amit beterveztünk, bár így is maradt ki egy-két dolog, amit ajánlani tudok, mint például a Samaria szurdok, a Spinalonga szigete, vagy pedig a sziget keleti felén található Vai pálmafás strand. Ezeket is még nézzétek meg, ha tudjátok. Úgyhogy ennyi lett volna a krétai vlog. Az elérhetőségemet mind itt a videó alatt megtaláljátok. Facebook, Insta és e-mail címem. A Facebookon még tudjátok követni az utazásaimat, a Mihály Gábor utazásai című oldalom. És akkor hamarosan találkozunk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, és akkor nem sokára jelentkezünk. Sziasztok! További információkat Krétáról pedig a Travel Collage internetes és facebookos oldalán tudtok elérni. Ha pedig bármiféle segítségre van szükségetek az utazással kapcsolatban, vagy hogy mi az, amit még meg kellene nézned Krétán, és kimaradt a blogomból, Tóth Edith szívesen segít nektek. A linkeket mind megtaláljátok a videó alatti leírásban.